Nyugat-Mezőföld délkeleti peremén terül el Sáregres község. A kicsivel több mint 700 lakos számláló falu uradalmi központból alakult ki. Az ősi település első írásos emléke a levéltári kutatások alapján 1324-ből maradt fenn. Ekkor Károly Róbert király a várral együtt Budavár főbírájának adta. Sáregres a 15. századtól a 16. század közepéig Simontornyával egyező sorsú település volt. A 16. század második felétől a gróf Cseszneki család adózó birtokává lett, 1650 és 1945 között pedig a Zichy család birtokolta. A község határában természetvédelmi terület található, amely jelentős védett állat- és növényvilággal, valamint vizes területtel rendelkezik. A Halastavak természetvédelmi területének centruma a falutól 1 kilométerre eső Sáregres réti major. A terület értékeinek megőrzésében a jellegzetes sáréti életközösségekhez tartozó állat- és növényfajok tájrészek megóvásában, fenntartásában, fejlesztésében a Sárét Közalapítvány segítkezik. Sáregres a mai napig élő és fejlődő település. Intézményei, civil szervezetei, hagyományőrző és kulturális közösségei működnek, tevékenykednek, és az itt élők igényei, elképzelései alapján próbálják még élhetőbbé, még szerethetőbbé tenni a falut. A község bizonyos szempontból képzőművészeti jelentőségű emlékkel is rendelkezik. A Sárvízvölgy jobb partján, Sáregres határában a Malom csatorna felett áll egy vízimalom. Itt született és itt töltötte gyermekéveit Csók István festőművész. A videó az Eko Innovációs Műhely megbízásából az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.